a 20. században kibontakozott, és ebből letisztult, az egy ilyen népmesébe illő történet, hogy Munkácsi Mihály szegény kis asztalos inasból lett festőfejedelem. Ásító inas. A festmény, amely a Magyar Nemzeti Galériában látható, sokkal több, mint egy álmából kiszakított ifjú mindennapjainak lenyomata. Az arckifejezés odavonza a tekintetet, a szoros képkivágás pedig elgondolkodtat minket arról, hogy mi veheti körül az akkor még gyermek Munkácsi Mihályt. Tulajdonképpen ezzel kezdődik a Munkácsi stílus. Ez azért is nagyon fontos, mert a képkészítésekor Munkácsi nagyon fiatal volt még, 24-25 évesen gondolkodott erről a képről először, és ez az az időpont, amikor Párizsba utazott és találkozott Gustave Courbet művészetével. Ekkor fogalmazódott meg benne az, hogy a realizmus vagy esetleg a naturalizmus két olyan irányzat, amely nagyon sok lehetőséget biztosít számára a városi szegény emberek vagy a vidéki szegény emberek életének bemutatására. Ahhoz, hogy megértsük, mit láttat Munkácsi az Ásító Inas című festményén, bele kell lapoznunk a festő naplójába, amely bár utólagosan keletkezett, mégis jól leírja ezeket a traumatikus gyermekéveket. Klapci horka. Ez a két szó híven megmaradt az emlékezetemben, annyit jelent, fiúk, felkelni. Kezdetben még azt látjuk, hogy Munkácsi úszóban lelkesen viszonyult a szakmához, ahhoz, hogy ő most itt kézműves mesternek fog tanulni, de aztán, ahogy elsültek vele kellemetlen tréfák, rá kellett jönnie, hogy az a millió, amiben korábban mozgott, az teljesen megváltozott körülötte. A festmény, amelynek Munkácsi több címet is adott, Kis Schuster-inas, Hajnalpír, 1868-69-ben készült, ám ezt a tanulmányfejet is megelőzte a vázlatkönyvében található rajz. A festmény kész változata 1869-ben készült el, amelyen a nyújtózkodás gesztusa is megjelenik, ennek vázlata ez a tanulmányfej, amely gyorsabb és lendületesebb ecsetkezelést mutat. Munkácsi Síralomház és Zálogház című festményein is felidéződnek saját emlékei, az alkotások előtereiben is inas gyerekeket láthatunk. Az inas egy olyan seprő, akinek mindenki parancsol, tehát hogy nem várhatott igazából különösebb empátiát a körülötte élőktől. Vörös szemhéj, kócos haj, nagyra nyíló száj. Bár az Ásító Inas életrajzi és szakmai körülményei is ismertek, érdemes közelebbről is szemügyre vennünk ezt az alkotást. A hófehér ing ugyan valószínűleg piszkos, meggyötört, nem egy jó állapotban lévő ing, de mégis nagyon erős kontrasztot alkot a háttérben lévő barnával, ahol már ezt a tipikus bitümös alapozást találjuk, amelyet aztán több képén is alkalmazott. Csak ezt a nagyon közeli kivágatot látjuk, de ebben is annyi érzelem és dinamika van, mint akár egy ilyen önarckép sorozatban.